Sziasztok! Hát az előző videóból kimaradt az egyik legfontosabb rész, hogy hát hol találjátok meg az anyagot? Hoppá, hát ez kimaradt. Hát az anyagot ugye az EMI-n találjátok meg. Na most én nálam, elméletileg itt kellene, ugye minden tanárnál itt találjátok majd meg az anyagot, de az én anyagjaimat, azt itt az elektronikusan elérhető tantárgyak, számítástechnika és informatika résznél tudjátok majd megtalálni, tehát ezt kell keresni, mindjárt bele is megyek, most rákattintottam. Na most, itt látjátok, most egyelőre még ez így néz ki, de majd még itt én fogok hozzá fölpakolni anyagokat. Amit említettem, az első tananyagunk az itt van, az elsődleges tudásfelmérő tesztet azt már itt megtalálhatjátok, az elsődleges tudásfelmérő tesztet, ezt minél hamarabb csináljátok meg. Tehát ezt kell majd megcsinálni, valamint azt mondja, hogy tananyagok számítástechnika alapjaiban. Na most, itt vannak a tananyagok, amiket én itt előadok nektek, egy az egyben megvan minden, tehát az összes egyben van. Én majd a videókat szépen lassan pakolgatom föl anyag részenként, de itt megtalálható. Van színes is, meg fekete-fehér változat is. Tehát bármelyiket letöltöd, rákattint, azt letöltöd. És valamilyen PDF nézegetővel meg tudjátok nézni, vagy épp a Chrome is meg tudja már mutatni nektek, azt mondja, az Edge is meg tudja mutatni, Firefox is meg tudja mutatni. Tehát ezeket letöltöd. Nyugodtan ezt a két fájlt letöltetitek, nyomtathatjátok, ahogy akarjátok, és ezekből kell a jegyzetet a füzetbe elkészíteni. Tehát megtaláljátok az anyagot, megvan az anyag, akkor abból készítetek el magát az összefoglalót a füzetbe. A füzetbe pedig azért legyen legalább egy-két oldal anyagonként benne, amit én le tudok majd osztályozni, és te tudok rá majd valamilyen anyagot, vagy osztályodat adni, vagy jegyet adni, és akkor ezzel aránylag könnyen tudtok jó osztályzatokat találni. Amúgy, tehát itt fönt, tehát hogyha nincsen PDF nézegetőd, akkor ezt letöltöd, ebben tudod nézegetni ezt a tananyagot. Úgyhogy na, ez maradt ki az előző videóból. Sziasztok!